Március 15-ére készültek a gyerekek a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum gyermekmúzeumában szombaton délelőtt. Az érdeklődők két hetente mindig más és más foglalkozáson vehetnek részt. Most az ünnephez kapcsolódóan lenyomatokat készítettek, hiszen 1848-ban is nagy szerepe volt a nyomdának. Mivel a gyerekekkel művészeti múzeumban vagyunk, és művészeti foglalkozáson veszünk részt, ezért megpróbáljuk ennek szellemében átírni ezeket a röplapokat. Mi katonákat toborzunk, szintén sokszorosító grafikai eljárás segítségével, ugyanúgy, ahogy a nyomdában is dolgoznak. A programon résztvevő nagyobb gyerekek linoleum metszéssel készítették el nyomdáikat. A technika elsajátításában Farkas Zsuzsa grafikus művész volt a segítségükre. Csúsztatjuk rajta, akkor ki tudunk metszeni belőle kisebb-nagyobb darabokat. Jó nekünk, hogyha kisebb darabokkal aprólékosan dolgozunk, nem kell egyben kivágni az egészet. A szervezők gondoltak a kisebbekre is, ők dekorgumiból készíthettek maguknak nyomdát. Szereted a lovacskákat? Na, akkor csinálunk egy lovacska sziluettet, jó? Tudod, mi az a sziluett? Igen, jó. Akkor a lovacskának nem kell szemet, száját rajzolni, csak a körvonalait. Nem van. Miután a gyerekek végeztek a metszéssel, illetve a ragasztással, különböző színű festékek és egy henger segítségével elkészítették a toborzási szórólaphoz szükséges lenyomatokat.